A Szolnok Televízió ötlete nyomán valósul meg az első szolnoki félmaraton és élményfutás. Jó 2 év kellett hozzá, hogy valóban akár az országos versenynaptár részeként is értelmezhető legyen ez a futás. Ahogy én tudom, a városban nagyon sokan futnak ilyen hosszú távon is. A félmaraton, amelynek útvonala műúton halad, ez ideig több mint 200-an regisztráltak. Ezt egyébként május 23-áig tehetik még meg, de a helyszínen is elfogadják majd a nevezéseket. Aki 7 kilométert választ egy kört fut, aki 14-et kettőt, aki 21-et pedig hármat, az lesz a félmaraton, de lesz egy váltó is, 3 fős csapatokat várunk, akik 21 kilométert fognak összesen futni, 3 fő, 3x7 kilométer, csippes időmérés is lesz természetesen. A Pinza Sprint támogatója és névadója a versenynek, hiszen elkötelezett híve a sportnak, így a szolnoki újítás mellé állt. 15 órakor indul el a 21 kilométeres táv, 10 perccel később 15-10-kor a 14 kilométeres, illetve 10 perccel később a 7 kilométeres táv, tehát gyakorlatilag 10 percenként elmennek a futók. Egy 3 órás időintervallumot határoztunk meg, ami alatt teljesíteni kell a félmaratoni távot is. A versenyzők a Kossuth tér, Szapári út, Mártírok út, Reptár, Tiszapart, Tiszahíd, Tiszaliget, majd ismét a Tiszahíd, Tiszapart, Szapári út és Kossuth tér útvonalon haladnak majd.